Akinek értelme van, az úgyis érti az igazságot, és akit Jahua szeretne, akinek ismeri a szívét, azt el fogja vezetni magához Ruach HaKodes által. Ha ezek a videók segítenek valakinek, halleluja, nagyszerű. Ezeknek ez az értelme. Ezért készülnek. Úgy gondolom, hogy ezek a Reveal Hidden Reality videók nagyszerű alkalmat adnak arra, nem csak hogy reagáljunk számukra, hanem alapvető problémákat kielemezzünk, hiszen ezek, amikről ők beszélnek, nem csak az ő hibáik, téves elképzeléseik, hanem sokszor felfedezhetjük benne saját magunkat is. Én nem azt mondom, hogy ez tökéletes, amiről itt szó van, én csak azt mondom, hogy ez az igaz út, amin járunk. Az irány és az út jó. Az, hogy nem vagyunk tökéletesek, az természetes. De ezek a videók nagyszerűen rávilágítanak olyan hibákra, amiket mindannyian elkövettünk, vagy esetleg elkövetünk, és lehetőséget adnak arra számunkra, hogy kijavítsuk azokat, és esetleg számukra, hogy megértsék, hogy nem jó úton járnak, és esetleg más dolgokat is figyelembe kellene venniük. Szóval megpróbálom most így ezt az egészet megközelíteni. Ez a videó, amiről ezúttal szó lesz, az Ezotéria út a halálba nevű csatornán található. Ebben az ezt a csatornát üzemeltető hölgy készített egy beszélgetést Reveal Hidden Reality-vel. Nem tudom, hogy ki ez, vagy mi ez. A lényeg az, hogy annak a csatornának a képviselőjével. Azt szeretném megmutatni most. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyszerű példa lesz arra, hogy arról beszélni, hogy szeretünk mindenkit, az nem elégséges. Én mindig ezt tartottam szem előtt, mikor a videókat készítettem. Én soha senkiről nem beszéltem úgy, hogy személyesen megtámadjam azt az embert. Ez sosem volt a cél. A cél mindig is az volt, hogy azt a nézetet, amit valaki képvisel, ilyen vagy olyan formában korrigáljuk. Természetes, hogy lehetett volna, illetve lehet ezt különböző féleképpen megcsinálni, vagy megközelíteni, de mindannyian tanulunk és járjuk ezt az utat, és időről időre fejlődünk. Azonban azzal, hogy valaki ezt áttereli egy személyes útra, ráadásul amikor nem is tud igazából arról az emberről, most rólam ebben az esetben semmit, akkor elveszíti a célt, és onnantól kezdve egy téves úton fog haladni tovább. Akkor elkezdődnek a feltételezések, a filozófiák, a hamis rágalmazások és a hazugságok, mint ahogy ebben a videóban az elejétől a végéig hallhatjuk azt. De nézzük, hogy mi az, amit ír már a könyv legelején, Vaikra 19-es fejezetben. Ne gyűlöld a te atyád fiát a szívedben. Fedd meg a te felebarátodat nyilván, vagy nyilvánosan, hogy ne viseld az ő bűneinek terhét. Ebben a videóban erről nincsen szó. Itt nincs szó arról, hogy korrigálni azt, amit én mondok. Itt csak arról van szó, hogy én milyen ember vagyok, vagy milyen ember lehetek. Úgy, hogy én soha nem beszéltem velük, soha nem találkoztak, és nem tudnak semmit igazából, sem a jelenlegi, sem a korábbi életemről. Bosszú álló ne légy, haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeresd fele barátodat, mint magadat. Én vagyok Jahua. Én ezt mindig is így közelítettem meg. Ezért az összes videó csak és kizárólag idézeteket tartalmaz a könyvből. Az, hogy valaki egyetért ezzel vagy sem, az egy másik kérdés. A lényeg az, hogy az én szándékom mindig is az volt, hogy rávilágítsak az ő tévedéseikre, és megpróbáljak segíteni mind nekik, mind azoknak, akik ezt hallgatják. A stílus vagy a mód azt lehet kritizálni, de a szándék mindig is ez volt. Én az igazságért küzdök, és ezt próbálom megmutatni, hogy a könyv azt támasztja alá minden sarkon, amiről én beszélek. Ez a videó itt azzal kezdődik, hogy innen-onnan összeszedtem azokat a dolgokat, amiket megosztok, és ez így is van. Én ezt soha nem is tagadtam, és soha nem is mondtam azt, hogy ezeket én találtam ki. Hogy is mondhattam volna?
Mindazok, amiket megosztottam a videókban, ezt már korábban tudták, év századokkal, meg év ezredekkel korábban az emberek, amiket lehetett. Aki azt mondja, hogy ezt ő találta ki, vagy ő jött rá, az hazudik. Mindannyian összeszedtük a tudást az internetről, vagy a könyvekből. Ők is, ugyanúgy, ahogy én. Ezt le sem tudnám tagadni. De ráadásul az írás is ezt mondja. Ez Kohelet prédikátor első fejezet 9-es. Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz, és ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik, és nincs semmi új dolog a nap alatt. Szóval az írás is ezt mondja, hogy nem én jöttem rá. Én tudom, hogy nem én jöttem rá, hát 2000 évvel ezelőtt Jehusa Hamásiák már elmondta ugyanezeket a dolgokat. Előtte az atya elküldte a prófétáit, hogy elmondja ugyanezeket a dolgokat, amiket most én. Azelőtt ott voltak a királyok, a bírók, Józsué, Mózes, Jákob, Izsák, Ábrahám, az összes többi. Mindenki tudta, hogy van egy szabályrendszer, és azt szerint kell élnünk ahhoz, hogy visszakerülhessünk a fához, ami ahonnan kiűzettünk az elején. Akkor is volt egy szabályrendszer, mindig van egy szabályrendszer, sosem élhet az ember úgy, ahogy akar. Úgyhogy természetes, hogy nem én találtam ki ezt. Az, hogy valaki más egyetért ezzel, vagy van egy mozgalom, ami hasonló dolgot mond, annak igazából nincs jelentősége. Az, amiről szó van, a tartalma a dolognak, az, hogy az írás igazolja, az, amire mindenkinek fókuszálni kellene. Harmóniában van-e az, amit én mondok, vagy ők mondanak, Jahua Elohim szavával. És ha igen, halleluja, ha nem, akkor pedig az nem az igaz út. Az, hogy ki hogy jutott el, vagy melyik mozgalmat követi, az teljesen mindegy. Van valami, amiről mondják, nézd ezt, új ez. Régen volt már 100 esztendőkön át, melyek mielőttünk voltak. A probléma az, hogy nincs emlékezet az előbbiekről, azonképpen az utolsó dolgokról is, melyek jönnek, amik később lesznek, nem lesz emlékezet azoknál, akik azután lesznek, az emberek felejtenek, ezért mindig ugyanazt újra és újra el kell mondani, úgyhogy természetes, hogy nem én jöttem rá, nem ültem itthon, meditáltam, és mindent Jahua nekem kijelentett, hogy ez így van. Ez több év, több tízezer óra kutatás, de most az, hogy mit jelent rájönni, azt nem tudom. Ez a kutatómunka belefér, vagy csak akkor érvényes ez a dolog, ha valaki otthon ül, és egyszer csak megvilágosodik, azt jelenti, hogy rájön, ők is ezt csinálják, mindannyian ezt csináljuk. Úgyhogy a másik probléma ezzel az, amiről itt van szó, valamivel vádolni a másikat, amit mi is csinálunk. Szájával rontja meg a képmutató a fele barátját, de az igazak a tudomány által megszabadulnak. A képmutató az hanef. Igaztalan, profán, közönséges, szentségtelen, vallástalan, az ember, akinek semmi sem szent, aki nem az igaz utat járja. Ez a hnef, vagy képmutató. De a Káldi másként fordítja, azt mondja, hogy az álnok törtvet szájával társának, de az igazakat megmenti okosságuk, míg a Szentimre azt írja, hogy szájjal rontaná meg embertársát az istentelen vagy az igaztalan. De a cadik az a daát, vagy tudás által megszabadul. Chlatsz. Megszabadul. A tudomány az maga a tora, aki aszerint él, az az igaz. És az megszabadul teljesen mindegy, hogy a világ mit mond rólunk. Mindenkinek Abba Jahua meg fogja mutatni, hogy mi az igazság. Attól függetlenül, hogy ki mit mond. Én azt szeretném, ha el tudnánk kerülni ezáltal, hogy mi is így viselkedjünk, ahogyan ők. Jahua figyel, és ő jelen van, és ő tudja, hogy kinek mi van a szívében. Sőt, Matityahu 12-es fejezetben, a 36-os vers így szól. De mondom nektek, minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. A hivalkodó beszéd az argosz. Tétlen szó. Munkanélküli szó. Lusta, dologkerülő, haszna vehetetlen, hatástalan, vagy eredménytelen, vagy gyors, meggondolatlan. Figyelmetlen. Mindaz, aki csak mondja, amit gondol, de igazából nem néz utána annak, amit mond. Mert a te beszédeidből ismertetel igaznak, és a te beszédeidből ismertetel hamisnak. Hiszen az igazak a tudomány által megszabadulnak. A beszéde az embernek elárulja azt, hogy hol van a szíve. Mondhatja valaki, hogy ő szeret, meg ő neki mindene a szeretet, meg az igazság, meg az Isten útján járás. A beszédéből kiderül, hogy mi az, ami a szívében van. És Jahua minden hivalkodó vagy hasznavehetetlen, figyelmetlen beszédért
az ember felelősségre fogja vonni a végén. De itt van még egy ezzel kapcsolatban, hogy összeollóztam vagy sem. Hiszen ők ugyanezt csinálják. Sőt, akinek vannak videók az oldalán, ami feliratozva van, az mind másoktól van. Szóval a tudást mindannyian összeszedtük. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ez Máté Jahu 7-es fejezet első vers. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek. Ha te azt csinálod, amiért a másikat elítéled, akkor az egy problémát fog okozni. Mert Jahua téged is aszerint fog majd mérni és megítélni. Miért nézed pedig a szákát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem vezed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának, hadd vessem ki a szákát a te szemedből, holott íme a te szemedben gerenda van? Nem tudod kivenni, hogyha ott van a gerenda, hiszen nem látod, minek nyúlnál hozzá, hogyha egyszer zavar az, ami a te szemedben van. Mindaddig, amíg valaki nem érti a teljes írást, addig fölösleges beszélni másokról, főleg úgy, hogy mi ugyanazokat elkövetjük, ugyanazokat a hibákat. És most nem arról van szó, hogy én vagy bárki, aki ezt az utat járja, tökéletes vagy tökéletesebb, mint a többi ember. Az a helyzet, hogy mi legalább próbálkozunk. Nekünk legalább van egy fix utunk, aminek vannak szabályai, és azt tudjuk követni nap-nap után. De így folytatja. Képmutató! A képmutató hipokritész. Valaki, aki szerepjátszó, aki színlel vagy színészkedik. Egyébként ez a hipokrinomáj tettet, színlel, megjátszik valamit szóból ered. Mint ők. Elítélnek másokat azért, amit ők maguk is csinálnak. Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivesed a szákát a te atyád fiának szemébe. Azokat az óriási baklövéseket, amelyekről beszélnek, amelyeket megpróbáltam megmutatni a videóban, azokat kellene kijavítani, és utána lehetne látni tisztán, hogy ki az, aki az igazságot mondja, és ki az, aki nem. Azután lehetne ezt a parancsolatot beteljesíteni, és eleget tenni ennek, hogy ne ítéljetek a látszat után, azután, amit gondolsz, ami kialakult a fejedben, amit hiszel arról az emberről, de igazából nem tudod, hanem igaz ítélettel ítéljetek. Először az embernek járnia kell az utat, és azután lesz képes igaz ítélettel ítélni. De Kajosz, vagy Szadik, igaz Elohim jogrendjéhez igazodó. Úgy tudsz Elohim jogrendjéhez igazodni, hogyha a Tora szerint élsz, hiszen az Elohim jogrendje. Sőt, Jakób is figyelmeztet erre, mikor azt mondja, hogy atyám fiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lesz. Pontosan ez az, amiért ezek a videók készülnek. Hogy azok, akik hallgatják az ő videóikat, meg tudják érteni, hogy az nem a helyes út. Nem feltétlenül azért, mert ők hazudnak, vagy rossz emberek, hanem egyszerűen csak nem az az. Azért nem az, mert nem lehet alátámasztani az atya szavával, és a megváltó szavába. Az, hogy innen-onnan néhány vers egyezik, vagy úgy tűnik, hogy támogatja Saul írásaiból, az nem lesz elégséges a végén. És ez nekik is problémát fog okozni, hiszen kiállnak emberek elé, és félrevezettek embereket. Nem azt mondom, hogy direkt, azt mondom, hogy ez történik. Úgyhogy mondom, nem én találtam ki ezt a dolgot, ezt Jahua találta ki. Ő találta ki a Torát, ő találta ki ezt a rendszert, én csak megértettem és megpróbálom elmagyarázni az embereknek. Ezen nem kéne csodálkozni senkinek. Nem én találtam ki ezt, hogy az embernek ezek szerint kellene élni. Ezt Jahua találta ki, és mindig voltak emberek, akiknek ő ezt megmutatta, hogy megmutatják a többi embernek. Sőt, Saul, akit annyiszor idéznek, mármint így hébe-hóba, inkább így mondom, világossá is teszi, hogy nem lehet rájönni. Azt mondja, hogy mindenki, aki segítségül hívja Jahua nevét, az megtartatik. Tudnunk kell a nevét ahhoz, hogy megtartassunk. Teljesen mindegy, hogy mennyire mondják, hogy elég az, hogy Isten, vagy Krisztus, vagy az öreg Isten, vagy az Úristen, vagy a Jóisten, vagy az egyetlen teremtő, magasságos, teljesen mindegy. Itt arról beszél, hogy aki segítségül hívja Jahua nevét, az megtartatik. És tudjuk, hogy ez Jahua, hiszen ez Joel második fejezet 32-es versből egy szó szerint idézett. Szóval ez Jahua, az a szó. Úgyhogy itt az egyik dolog, amit nem értettek meg. A sok közül egyébként. De nézzük, hogy mi az, amiről beszél utána. Hogyan, vagy mi módon hívják azért segítségül, akiben nem hisznek?
Szóval először hinni kell, mint ahogy zsidókhoz 11.6 elmondja, mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak. Szóval ezek szerint hallani kell róla, mi módon hallanára pedig prédikáló nélkül. Akkor ezek szerint kell valaki, aki ezt elmondja. Kerusszó. Valaki, aki hirdeti, aki kihirdeti, vagy hírül adja. Terjeszti a hírt. Hírezte, vagy igét hirdet. Így hallottam én is, hogy valaki mondta. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy az a valaki is hallotta valakitől, és az a valaki is hallotta valakitől. Hiszen ez mindig is így volt. Magától nem is tud rájönni az ember, itt írja le Saul. És a következő az, hogy mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek. Szóval van egy másik probléma, ehhez Jahuának azt az embert el kell küldeni. Azt eldönti mindenki majd, hogy ki az, aki úgy beszél, és úgy viselkedik, hogy esetleg az Jahu a szeretetét tükrözi, és ezért az a bizonyíték arra, hogy Jahu a küldte. Azt mondja a hölgy, hogy nem tudja elképzelni, hogy valaki magáról rájön. Persze, hogy nem, hiszen nem lehet. Nem lehet ülni otthon a szobába, és akkor ezt az egészet kitalálni. Vagy olvasgatni a könyvet, és akkor majd valaki egyszer csak véletlenül hopp, bekattan neki ez az egész. Valaki ezt megtanulja a másiktól. Itt mondta el Saul. Ez így volt mindig is. Nem is tudom, mit jelent az, hogy rájönnek. De szerintem ők se. Meg ők se jöttek rá arra, amit ők hirdetnek, hanem ugyanígy jutottak el oda. Ez az, amit egyébként képmutatónak hív az írás. De van egy következő, amikor azt mondja, hogy ez egy niche market, vagy magyarul egy piaci rés, amit kielégítenek ezek a videók azáltal, hogy ez egy ilyen teljesen szűk kör, akinek ez kell, hogy a Tora, meg a másiák, meg ez az egész. De ez se újdonság, erre nem kell rájönni, hiszen ez le van írva, hogy ez az lesz. Akinek értelme van, az megtalálja ezeket a dolgokat az írásban. Ez Matityahu 7-es fejezet 13. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Ez a piac. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Ez pedig a piaci rés. De ez nem az én hibám, hogy ez így van. Én nem így alakítottam, hogy ez egy piaci rés legyen, vagy csak kevés ember értse ezt meg. Az emberiségnek ez van a szívében. De ezt sem kell elhinni nekem, hiszen ez is le van írva. Megérezi Jahu a kedves illatot, és mondja Jahu az ő saját szívében. Nem átkozom meg többé a földet az emberért, mert az ember szívének gondolata gonosz az ő ifjúságától fogva. És többé nem vesztem el mind az élő állatot, mint cselekedtem. Ilyen az ember szíve, ezért érti meg majd csak kevés ember. És ez nem az én hibám, hogy ez így van, hogy ez egy piaci rés lett. Sőt, itt arra figyelmeztet Jahusa Hamásiák a következő versben, hogy őrizkedjetek pedig a hamis profétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok, akik a szeretetről beszélnek, meg arról, hogy ők mennyire szeretnek mindenkit, ennek ellenére hazugságokat beszélnek másokról, hamisan vádolják azokat, illetve filozofálnak és kitalálgatnak dolgokat, amiket igazából nem tudnak és nem igazak? Vagy nincsenek leírva ebben a könyvben? Amiről itt szó van, az viszont már egy másik kategória. Hiszen ehhez valakinek hazudnia kell, hogy ezt mondhassa, mivel én sose állítottam ilyet, hogy Saul az írások ellen beszélt. Erre bizonyítékok a videók, amiket megtalálhattok mind a két csatornán, melyek közül az egyiknek ez a címe. Saul vagy Pál nem volt hamis proféta és nem beszélt a Tora ellen első rész 2017 májusában. Szóval ez több mint egy éve volt. Ennek aztán lett egy második része, egy nappal később 2017 május 14-én. Néhány nappal később pedig elindult Saul levele a rómaiakhoz című sorozat, melyben bemutatom azt, hogy miről beszél Saul valójában és hogyan kellene értelmezni az ő leveleit. Ez mellesleg egy 16 részes sorozat nyilván, hiszen ennyi fejezete van Saul rómaiakhoz írt levelének. Ezután jött a galatabeliekhez, 6 résszel, és utána természetesen az efézusiakhoz, ami még most jelenleg folyamatban van. Úgyhogy ez már a hazugság kategóriába tartozik, szóval az a szeretet, amiről ők beszélnek, az lehet, hogy megkérdőjelezhető, vagy az egyszerűen csak egy másik fajta szeretet, mint amiről az atya beszél. A szeretetet egyébként egyszerű felismerni, Jehokanon az első levelében az 5-ös fejezetben tisztázza ezt. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük Elohim gyermekeit, nem tudom, hogy vajon ők hogyan szeretik, hogyha Elohimet szeretjük, és
az ő parancsolatait vagy toráját megtartjuk, mert az Elohim szeretete, hogy megtartjuk az ő toráját, parancsolat, rendet, utasítás, és az ő torája pedig nem nehéz. Akkor ezek szerint az nem egy átok, vagy egy rabság, vagy valami, amit nekünk mindenképpen el kellene felejtenünk, mint ahogyan azt ők állítják. Sőt, ha már a Toránál tartunk, illetve annál, hogy én valamikor is Saul ellen beszéltünk, akkor mivel ez nem így van, a 10 parancsolat, amiről azt állítják, hogy ők azt megtartják, az is veszélyben van, hiszen így szól, ez Semot 20-as fejezet 16-os vers, ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Szóval akkor, amikor azt mondja itt, hogy én úgy beszéltem, hogy ki kell tépni a Bibliából, akkor az egy hazugság tulajdonképpen, hiszen én ilyet sosem mondtam. Amikor pedig ezotéria hölgy erre helyesel, akkor ő ebben a hazugságban részt vesz. Úgy, hogy ráadásul később még ő el is mondja, hogy nem is látott szinte egy videót sem. De erre vissza fogunk térni később. Sőt, utána végig bólogat ennek. Ráadásul arról beszélnek, hogy kiforgatom a páli leveleket. Nézzük, hogy mi az, amit Kefa mond erről egyébként. Úgy értem Pál leveleiről. És a mi urunknak vagy Adonájnak hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok. Amiképpen a mi szeretett atyánk fia Saul is írt nektek a neki adott bölcsesség vagy Szofia vagy Hokmá szerint. Szinte minden levelében is, amikor ezekről beszél azokban. Nézzük, hogy mi az, amit ír erről Kefa ezekről a levelekről, amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok. Akkor ezek szerint annyira nem egyértelmű, hogy Saul miről ír. Dyszno etosz. Nehezen felfogható, vagy nehezen megérthető dolog. Ez, amiről szó van. Amiket a tudatlanok, kik azok a tudatlanok? A tanulatlanok, akik nem ismerik a tanákot, amit ők használtak. Nyilván nem arról beszél, hogy valaki nem járt egyetemre, vagy nincsen diplomája, vagy az oktatásban nem töltötte elegendő időt. Arról beszél, aki nem ismeri a tanákot, de különösen a Torát, hiszen a Tora az alapja az egész könyvnek, nem véletlenül kezdődik ezzel mellesleg. Szóval aki ezt nem ismeri, az tudatlan, és álhatatlan. Az álhatatlan, az viszont már egy probléma. Ez asteriktos, labilis vagy kiszámíthatatlan. Ingatag, tétovázó vagy bizonytalan vagy meg nem erősített. Az az ember, aki nem tudja pontosan, hogy mi mit jelent, illetve nem tudja eldönteni magában, hogy ő hajlandó-e járni, vagy ő neki, ő benne megvan az az erő, hogy járja ezt az utat, vagy sem. Ez a labilis. Ezek az emberek elcsűrik, csavarják ezt a dolgot. Ez egyébként eltorzít, vagy elferdít, az eredeti értelméből kiforgat. Ugyanúgy, ahogy egyéb írásokat is a saját maguk vesztére. A vesztére pedig apoleia, úgy mint pusztulás. Ez mindenkire rá van bízva, hogy eldöntse, hogy ki az, aki kiforgatja Saul leveleit és az összes többi írást. Ha valaki azt akarja mondani nekem, hogy Jahua elküldte Mózessel a törvényeket, utána ugye Józsuéval folytatódott majd a bírák, és azután királyok, a proféták, elküldte a saját fiát, Jahusa Hamásiákot, aki maga volt a Tora, a két lábon járó Tora, a tökéletes Tora, aki megtanította ugyanezt az apostoloknak, és aztán jön egy ember, aki mindezzel szembe megy, aki rájött, hogy ez az egész egy átok, egy rabság, egy hazugság, és azt le kellett írni a néhány levélben, és nekünk arra kell támaszkodnunk, akkor azt az utat járja, aki azt választja. De nekem ez nem tűnik logikusnak. Szóval mindenki szépen meghozza azt a döntést, hogy ki az a tudatlan, és ki az az álhatatlan, aki elcsűri, csavarja Saul leveleit. És az összes többi írást. Itt ugye elkezd filozofálni megint a három főbűnről a jelenések könyvében, és arról, hogy az emberek tudatlanul Elohimnek engedetlenek. Akkor nem tudom, hogy hogyan lehet valaki engedetlen, mert arról sosincs szó, hogy hogyan engedetlen valaki. Rengeteg szó esik arról, hogy az igaz utat kell járni, engedelmesen, Istennek tetsző élet, meg ezek a dolgok. De igazából arra vonatkozóan, hogy ez mit jelent a valóságban, sosincs szó. De én segítek. Ez Jehukanon első levele, második fejezet. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő toráját nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett Elohim szeretete.
Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk, Jahusa Hamásiák. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Szóval a dögevés, a mindennap sabát, az ünnepek nem fontosak, úgy beszélek, úgy élek, azt csak, amit akarok, ezek nem játszanak. Utána elkezd itt valamit filozofálni Saulnak az egyik írásáról. Ugye igazából azt mondja, hogy soha nem értette, hanem csak később értette meg. Én ezzel vitatkoznék, én azt mondanám, hogy soha nem értette. És mindez idáig nem érti. De megmutatom, hogy miért nem. Amit próbál összehozni, az 2. Korintusiakhoz 11. fejezet, 3-as, 4-es vers. Arról beszél itt, hogy most már érti, hogy mire gondolt Saul ezekben a versekben, és aztán ezt valahogy megpróbálja összehozni Bálámmal, ami ugye 4 Mózes, Bamidbar 22 és 24, ha jól emlékszem, 2, illetve 3 fejezet. Hogy valaki megpróbálja eltéríteni az embereket Isten által kijelölt útról. Azt nem értem, hogy hogy mondhat valaki ilyen dolgokat, mikor ő maga az, aki eltereli erről az útról az embereket, hiszen Elohim által kijelölt út mindig csak egy volt. Keskeny út, szűk kapu, Tora, a megváltóba vetett hit, és egy nap utáni küszködés a bűn ellen. Ruach HaKodes vezetésével. Ez volt mindig is az út, és ők egy egész más útról beszélnek, és ezt valahogy nem is látják, szóval ez egy rejtély. De nézd, hogy Saul miről is ír itt valójában. Félek azonban, hogy amiként a kígyó, vagy Nahás, a maga álnokságával megcsalta Havát, vagy Évát, aként a ti gondolataitok is megrontatnak a másiák iránt való egyenességtől. Oké, mindenkinek csak el kell gondolkozni azon, hogy mi is az, amit a kígyó véghez vitt. Hiszen ugyanaz történik most is. Mert hogyha az, aki eljő, egy más Jahusát prédikál, akit mi nem prédikáltunk, vagy más ruákot vesztek, amit nem vettetek, vagy más jó hírt, amit be nem fogadtatok, azt szépen eltűrnétek. Hát akkor mi lehet az a más Jahusa, a más ruák és a más jó hír, hogyha nem az, amit Jahusa Hamásiák hirdetett? Vissza a Torához, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Mindenki, aki más prédikál, mint a kígyó akkor, hogy nem fogsz meghalni, hogy lehet, hogy ez nem úgy van, meg ezt eltörölte, meg ez azért nem, meg Isten leszel, meg majd élsz, meg ezek a dolgok, az mind a megcsalás kategória. Úgyhogy ez egy egyszerű dolog. Ezért mondom azt, hogy soha nincs idézet az írásokból, hiszen nem lehet alátámasztani azt, amit ők beszélnek, sajnos. Én ezen szeretnék segíteni. Hogyha bárki, miért nem csinálják azt? Miért nem szedik össze a verseket? Úgy, hogy lehetőleg Sault megpróbálni kihagyni belőle, megnézni, hogy mi az, amit Jahua mond, mi az, amit a másiák mond, és akkor az alapján szépen menjünk végig azon, hogy mi is az út. Mert végül is a másiák királysága az, ahova készülünk, nem Saulé. Szóval, hogyha Jahusa Hamásiák nem beszélt ilyenekről, hogy mindent lehet, meg eltörli a törvényt, akkor mi miért gondoljuk, hogy majd más, aki utána jön, az egyszerűen megváltoztatja azt, ami Jahusa Hamásiák üzenete volt. De egyébként itt sem arról beszél Saul, itt is felhívja a figyelmet, hogy meg fog téveszteni minket a kígyó azzal, hogy bármit csinálhatunk, mint amit ott tett, hiszen ott ugyanez volt a helyzet. Hogy Elohim nem úgy gondolta azt. És arról beszél itt hihetetlen, hogy másfajta viselkedésmódra ösztönzi az embert, mint ami Istennek tetsző. Hát erről szól a könyv, hogy mi az, ami neki tetszik. Sőt, Saul nem is tudott egy új utat hirdetni, vagy egy teljesen más rendszert hirdetni, mint az összes többi. Hiszen az ellenkezne Jahua szavával, az ő szavával, ami kijött a száján. Jeremiáhu 6-os fejezet 16, így szól. Így szól Jahua! Álljatok az utakra, nézzetek szét és kérdezősködjetek a régi ösvények felől. Melyik a jó út? És azon járjatok, hogy nyugalmat találjon a ti lelketek. És azt mondták, nem megyünk. Őrállókat is rendeltem föléjük, az őrálló az, aki figyel. Néz, aki vigyáz, aki szemmel tart. Egy őr, aki megfigyel, megőriz valamit. Mint egy pásztor, az, aki elmondja, hogy mi a helyzet, hogy rossz úton jársz, és térj észhez. Őrállókat is rendeltem föléjük. Figyeljetek a kürtnek szavára. A kürt akkor szól, amikor baj van, amikor figyelni kell mindenkinek. És azt mondták, nem figyelünk. 19. Halld meg, ó föld! Íme én veszedelmet hozok erre a népre,
az ő gondolatainak gyümölcsét, mert nem figyeltek az én beszédeimre, és az én torámat megvetették, ugyanúgy, ahogy ők ma. Mi volt a probléma? Az, hogy nem figyeltek az én beszédeimre. Ki az az én? Jahua. Ő az, aki így szól. Ez nem az Úr, vagy az öregisten, vagy a magyarok istene, hanem Jahua. A tetragrammaton személyesen. Ő szól ezekhez az emberekhez. Nem figyeltek az én beszédeimre, Zabár, és az én törvényemet megvetették, ami nem más, mint Tora. Úgyhogy az, aki megveti a törvényt, az ugyan erre számíthat most is. Onnan tudjuk, hogy többek közt Jakób leírja, első fejezet 17, minden jó adomány, minden tökéletes ajándék felülről való, a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Akkor ki az, aki rosszul értelmezi ezeket a dolgokat, azon töprengjünk el. Sőt, itt van még egy, amit ennek a párosnak a figyelmébe ajánlanék, ez pedig Tehelim Zsoltárok 50-es, 16-os vers. A gonosznak, aki nem más, mint a bűnös vagy a vétkes, aki megszegi a törvényt. Ezt mondja Elohim. Miért beszélsz az én rendeléseimről? Hak! Amit ő eldöntött, amit ő meghatározott, vagy megadott nekünk, és veszed szádra az én szövetségemet, Brit, azt a megállapodást, amit ő kötött. Ne is beszélj róla, hiszen te gyűlölöd a fenyítést, és hátad mögé veted rendeléseimet. Ez a rendelés, ez egyébként dabár, szó, az ő szava az, amit ők a hátuk mögé vetnek. Sőt, le is írja, hogy mi történik, amit az előbb elmondtam. Helyeselnek egymásnak úgy, hogy közben hazudnak, meg rágalmaznak embereket úgy, hogy nem is tudják, hogy mi a valóság. Ha lopót látsz, mellé adod magad, ha paráznákat társalkodol velük. A szádat gonoszságra tátod, és a nyelved csalárdságot sző. A csalárdság egyébként mert mach, csalárdság, csalás, megtévesztés, félrevezetés, hűtlenség, árulás. Leülsz, fele barátodra beszélsz, anyád, fiát is megszidalmazod. Megszidalmazod az egyébként Natán, úgy, mint kiszolgáltat. Rágalom, szidalmazás, vagy pedig vétek. De nézzük tovább, a 21-es vers így szól. Ezeket teszed, és én hallgassak, hazudsz. Rágalmazod a másikat, filozofálsz, megveted a törvényemet, mindent megteszel, amit nem kellene. Azt gondolod, hogy olyan vagyok, mint te? Megfeddelek téged, és elédbe sorozom a bűneidet. Értsétek meg ezt, ti Elohimet felejtők, azok, akik beszélnek, hogy el ne ragadjalak menthetetlenül. Az Úristenezők, a mindent lehet, az egy átok, rabság, öregisten, ezekről beszél. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Elohim szabadítását. De még villámgyorsan hagyd mutassam meg az utat mindenkinek, hogyha esetleg kétsége lenne afelől, hogy mi is az. Az igazság útját választottam, ez ugye derek, az út ugyanúgy, ahogyan az út itt, szintén derek. Tehelim 50-es fejezetben. Szóval az igazság útját választottam. Ez az az út, amiről beszél Jahua. A te ítéleteid forognak előttem. Ragaszkodom a te bizonyságaidhoz. A te parancsolataidnak útján járok. Taníts meg, Jahua, a te rendeléseidnek útjára. Oktass, hogy megőrizzem a te torádat, és megtartsam azt teljes szívemből. Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban. Szóval akkor ki is az, aki félrevezeti az embereket? Vagy hazudik? Vagy rágalmazza a másikat? De itt a következő egyébként mondom, olyan gyorsan jönnek egymás után ezek a dolgok, hogy nehéz követni. Itt arról beszél, hogy mindazok, akik ezt az utat követik, akik a Tora szerint akarnak élni, azokért majd eljönnek Satán angyalai a végén, és összegyűjtik, és aztán elviszik a pokolba. Úgy, hogy előtte azt mondja, hogy mindenféle okkult dolgok bekúsznak a tanításokba, az enyémbe gondolom, amik nem azonosíthatók, vagy egyeztethetők össze az írásokkal. Nézzük meg, hogy Satánnak az angyalai elviszik-e az embert majd a végén. Ez ugye a magvető, legalábbis az egyik magvetőnek a magyarázata, ugye a jó és a rossz mag együtt. Aki a jó magot veti, az az embernek a fia. Szóval gondolkozzon el mindenki. Ha Jahusa HaMashiach volt a Tora, és ő volt az egyetlen tökéletes lény a Földön, akkor ő elveti ezt a magot, és abból mi kikelünk, és mi úgy élünk gyakorlatilag, mint az állatok, és azt mondjuk, hogy mi ugyanabból a magból kerültünk ki.
ami gyakorlatilag ellentmond mindennek, ami a természetben tapasztalható, sőt, annak is, amit ő mond. Többek között elmagyarázza, amikor elmondja, hogy a fügefa nem teremhet más termést, csak fügét. A szántóföld pedig a világ. A jó mag Elohim országának fiai. A konkoly pedig a gonosznak vagy satánnak a fiai. Az ellensége az, aki a konkolyt vetette a jó mag közé, és ez pedig nem más, mint az ördög vagy satán. Az aratás lesz a világnak a vége, az aratók pedig a malakim, vagy a hírvivők, a követek, azok a hírnökök, akik Yahuwah és az emberiség között viszik a híreket. Amik éppen azért összegyűjtik a konkolyt, és megégetik, aképpen lesz a világnak a végén. Szóval valaki összegyűjti a konkolyt, és megégeti. Nézzük, hogy az satán angyala, aki leviszi majd a pokolba. A többi angyal meg fölviszi a mennyországba az embereket. Nem is tudom, hogy ezek honnan jönnek. 41. Az embernek fia elküldi majd az ő angyalait, az ő saját angyalait, az embernek fia Yahusha HaMashiach, az ő malakímjait, az angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat, mind, kiket? A bűnre csábítókat, a csapdába ejtetteket, azokat, akik megszegik az ő toráját, és azokat is, akik gonoszságot cselekesznek. Gonoszság, anomia, törvénytelenség, törvénysértés, vagy törvényszegés? Akkor az hogy van? És bevetik őket a tüzes kemencébe, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Akkor ő miről beszél itt, hogy sátán angyalai elviszik majd a pokolba? Mi az a pont, amikor meg fogjuk kérdőjelezni azt, amiről beszélnek, hogy az nem egyezik az írásokkal? Nem csak, hogy a tanákkal nem egyezik most már, hanem nem egyezik a Brit Hadasával, vagy az új szövetséggel sem. Nem arról van szó, hogy valaki nem téved, hát arról van szó, hogy ilyen dolgokban már, alapdolgokban, hogy lehet ilyen hibákat elkövetni? Úgy, hogy közben valaki másról, meg mindvégig össze-vissza beszélek, amiket nem is igazak ráadásul a nagy része. De aztán ez tovább folytatódik egyébként, most már itt áttérünk arra, hogy a zsidóknak, meg a pogányoknak két külön törvény van, és a zsidóknak nem volt megparancsolva, hogy elhagyják az ő törvényeiket. Saul ezért tartotta meg, ugye az apostolok 20-as fejezet, aki nem látta az előző videót, de én visszakalauzolnék mindenkit ahhoz a videóra, a Rive Hidden Reality 11-eshez, hogy ezt megértse, és erre nem is pazarolnék sok időt, de ő arról beszél, hogy azon nevet, hogy nem veszem észre, hogy két külön törvény volt a zsidóknak és a pogányoknak, mikor az előző videóban, mondom, nézze meg mindenki, megmutatom a verseket arra, hogy egy törvény van. Elmagyarázzák, hogy egy bemerítés, egy Yahusha, egy jó hír, egy Ruach, egy Elohim, minden egy, mindig is egy volt. Szóval ezen nincs mit nevetni, ez egy szomorú dolog, hogy valaki ennyire nem érti ezt, és tanít másokat. Úgyhogy én mindenkit elirányítanék oda. Ez lesz az a Héber Gyökerek mozgalom, nagyszerűen el fogja magyarázni ezt a félreértést, amiről ők itt beszélgetnek most nagy egyetértésben. Sőt, aztán itt abba belemegy filozófiailag, hogy több része volt a törvénynek, és ezt én találtam ki, ezt nem én találtam ki, ez így van. Sőt, ezt is bemutattam ebben a videóban, hogyha valakit érdekel. Nézze meg! Még jó, hogy ki se kell keresnem újra. Ahol nincs többé görög és zsidó körülmetélkedés, körülmetélkedetlenség, idegen, szkítiai, szolga, szabad, hanem mind és mindenekben másiák. A probléma az, hogy amikor filozófiáról van szó, és nem kerülnek elő az írások, a versek, akkor azon nagyon nehéz vitatkozni. De én azokhoz szólok, akik követik ezt az egészet, és akik kutatják az igazságot, akiket érdekel az igazság. Az, aki a helyén van, aki úgy gondolja, hogy ő sinem van, az szó szerint lelke rajta. Én azokhoz beszélek, akik még nem döntötték el, hogy mit csináljanak. És azt szeretném, ha megértenék, hogy azért nincs egyetlen egy vers sem felolvasva, mert azt az álláspontot, amit képviselnek, nem lehet alátámasztani az írásokban, sem az Ó, sem az Új Szövetségből. Ezért nincs vers a képernyőn. Ezért nem olvassák fel, mert nincsen. Sőt, aztán bemutattam, hogy igenis van többféle törvény, és ide van leírva, még mit tudjak csinálni azzal, hogy az emberek megértsék ezt. Ez Dániel 9-es fejezet. Egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget. Ki? A másiák? Ide van írva. De a hét felén véget vet a minek? A véres áldozatnak és az étel áldozatnak. Hát akkor csak nem én találtam ki. Akkor csak ott van. Ezután végigmentünk Abri zsidókhoz 10-es fejezeten, ahol szintén elmagyaráztam, hogy van külön
Törvény. Itt van leírva, hogy van külön törvény. Elmondja, hogy ez a fejezet az áldozat törvényekről szól. És akkor az, hogy régen így volt, meg most már így mondom, hát a probléma az, hogyha valaki mindig ugyanazt mondja, nem? Én legalább következetesen ugyanazt mondom, még akkor is, ha a gondolatmenet valamennyit csiszolódik időközben. Különben nincs fejlődés. Ez a fejlődésnek a definíciója, hogy az ember jobban megérti a dolgokat, és képes árnyaltabban látni, és a részleteket jobban visszaadni és kifejezni. Ha valaki mindig ugyanazt mondja, akkor az nem fejlődik, az nem halad sehová. Szóval én úgy gondolom, hogy ez egy pozitív dolog. Meg hát szerintem mindenki, akinek van értelem a fejében. Egyébként én mindig is ezt mondtam. Szóval ez a kezdetektől... De az a nagyszerű a videókészítésben, hogy az ember vissza tud menni és le tudja ezt ellenőrizni. Én mindig is azt mondtam, hogy az áldozati törvények azok, amiket eltöröl. De egyébként mondom, ez vagy hazudnak, vagy olyan dologról beszélnek, amit nem tudnak. És ez mind a kettő bűn lesz sajnos így vagy úgy. Szóval a hamis tanúbizonyság, az még, ahogyan ő is mondja, ha valaki tudatlanul bűnt követel, az attól még bűn. Szinte az egyik első videó ezen a csatornán az volt, hogy új szövetség mely parancsolatokat szegezett Mássiák a keresztfára. A bibliai étkezési parancsolatok érvényesek a mai napig? Én a kezdetektől fogva a különbséget tettem a különböző törvények között, hiszen az írás maga különbséget tesz a különböző törvények között. Halleluja, hogy én ezt megértettem, mert Jehova megmutatta. Aztán itt van még egy videó, ótestamentumi parancsolatok, törvények, rendelések, a megváltás alapja, Mássiák üzenete. Szóval mindvégig ez volt az üzenet, én nem értem, hogy miért történik ez. Ja, és még annyit, hogy attól, hogy valaki ezt nevetve mondja, attól még az nem lesz jobb. Olyannyira nem. Hogy 6 dolog van, amit gyűlöl Jehova. Ezt valószínűleg mindenki ismeri, ez példabeszélek, Misli 6. És 16-tól 19-ig 6 dolgot gyűlöl Jehova, és 7 dolog utálata lelkének. Kevés szemek, hazug nyelv, ártatlan vértontó kezek, álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietsége futó lábak, és a hazugság lehelő hamis tanú, és aki szerez háborúságokat az atyafiak között. Valahogy a hazugság kétszer becsúszott ebbe a 7 dologba. Szóval Jehova nem szereti a hazugságot, vagy pedig a hamis tanút. Szóval... Én azt mondom, hogy mindannyian tartsuk ezt észben, amikor kinyitjuk a szánkat. Erről már többször volt szó mostanában a szombati, a sabátnapi tanulmányok alkalmával, hogy ami az ember száján kijön, az problémát fog okozni a későbbiekben. Az, hogy tudatlan valaki, vagy direkt csinálja, az csak erre még egy szorzót fog rátenni. Aztán itt eljutottunk ismét a tizedszedésig, meg a pénzbeszedésig. Ez egy újabb hamis tanúbizonyság egyébként a részükről, hiszen nem tudják, hogy a valóságban mi történik. Mivel ők azt állítják, hogy én vagy bárki közülünk is tizedet szed, ezért ez egy hamis tanúbizonyság vagy egy hazugság, hiszen ez nem történik meg. Úgyhogy most elmondom mindenkinek, hogy ilyen nincs, és bárki, aki mást mond, az hazudik, és ők ezt nem tudják, így ez hamis tanúbizonyság. Ez kimeríti annak a fogalmát. A nagyobb probléma az, hogy ezt ők szándékosan csinálják. Hiszen nem tudják, úgyhogy amiről én nem tudok, arról nem beszélek. Én nem beszélek arról, hogy őket kiképezte ki, hogy ők mit csinálnak. Én csak azt mondom el, hogy amit mondanak, az nem úgy van, és az írás azt támasztja alá, amit én mondok. Így mondhatjuk azt, hogy én a biztonságos oldalon utazok, nem filozofálok, nem hazudok, nem vádolok senkit. Ráadásul én soha nem mondtam, hogy a tized az érvényben van. Úgyhogy ez egy másik hazugság, vagy pedig egy hamis tanúbizonyság, hiszen ilyet nem mondtam. Ez bárki utána nézhet, és ha valaki talál ilyet, akkor az megmutathatja, és akkor ezt visszavonom, de abban a videóban, ahol elmagyaráztam nekik, és mindenki másnak, hogy mi az én álláspontom ezzel kapcsolatban, aminek az a címe, hogy a tized, abban én világossá tettem azt is, hogy ez nem a lévita papsággal kezdődött, hanem Ábrahám és Jakób már tizedet fizetett Melchizedeknek és Jehovának. Sőt, elmondtam azt is, hogy én nem kérek senkitől pénzt. Hozzátéve azt, hogy nincs rá szükség, hiszen minden, ami a legszükségesebb a csatorna működéséhez, az megoldható. Az, hogy eljutottunk egy olyan szintre, ahol vagyunk, az csak és kizárólag Jehovának köszönhető. Mind a tudás, mind pedig az információ emberekhez való eljuttatásának a megoldása. A technikai háttér, minden az idő, ami ehhez szükséges. Szóval arról nincs szó, hogy én kérek pénzt. Ez arról szólt mindig is,
hogy aki szeretne hozzájárulni bármilyen formában, hozzá tudjon járulni. Én tudom, hogy vannak, akik ezt értik, de azt szeretném, hogyha többen megértenik. Az én célom az, hogy az igazságot megértsék az emberek, és hogy szeressék azt. És a hazugság az, ami egy gyűlöletes dolog. És ők itt 10 percen keresztül más sem csinálnak, csak hazudnak. Olyan dolgokról beszélnek, amit nem tudnak, és elferdítik a tényeket, és ezzel hamis tanúbizonyságokat közölnek az emberekkel. Úgyhogy ezt nem lehet szó nélkül hagyni. Itt van a következő hazugság 11.25-nél. Az előző videóban, meg már nagyon sokszor máskor elmondtam, hogyha bárki tud olyan verset mondani, ahol a Teremtő vagy Jahua arról beszél, hogy nem fontos a Tora, akkor az mutassa meg. Persze ilyen még nem érkezett. Én soha nem mondtam, hogy Pál leveleiből mutassanak, mert tudom, hogy azokat félre fogják értelmezni. Én mindig is azt mondtam, hogy Jahua, vagy a Mássiá. Én nem mondtam, hogy vagy bárhonnan, máshonnan, mint amit ő állít itt. Szóval ez gyakorlatilag egy újabb hazugság. Én ezért hangsúlyoztam ki mindannyiszor, hogy Jahua, vagy Jahusha Mássiá, mert engem az érdekel, hogy mit mond az atya, vagy az ő szava, mikor a Földön járt, hiszen az ő királyságába készülünk. Az, hogy mások leveleit hogyan fogjuk félreértelmezgetni, az abszolút nem érdekel. Függetlenül attól, hogy én tudom, hogy ők is egyetértenek vele, de tisztában vagyok azzal, hogy azt félre lehet értelmezni. Ezért kellene mindenkinek koncentrálnia a lényegre. Mi az, amit az atya mond, megérteni azt először, utána átmenni oda, mi az, amit a másiák mondott és tett, utána megnézni, hogy hogy éltek az apostolok, és csak utána belelendülni abba, hogy mik a kommentárok, azok a különböző levelek, amiket találhatunk a könyv végén. Nem lehet egy könyvet a végéről kezdeni, és megpróbálni úgy megérteni az egészet. Szóval ez a sokadik hazugság ebben a rövidke videóban. Oké, itt a megújult szövetségről van szó, meg ilyen hablatyolás van össze-vissza, mint ahogy végül is mindig, de a lényeg az, hogy létezik egy megújult szövetség videó, ami 6 részes, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, aki meg akarja érteni a megújult szövetséget. Ez nem olyan dolog, amit el lehet küldeni egy SMS-ben, vagy el lehet magyarázni 2 perc alatt, ahogy ők próbálják. Ezért készült 6 rész ebből. Úgyhogy nézze meg mindenki, és ha érdekel, hogy miért mondom azt, hogy megújult szövetség, vagy miért mondom ezt, vagy azt, akkor vegye a fáradtságot, és nézze meg a videókat. Aztán áttérnek arra, hogy ugye úgy azt próbáljuk csinálni, hogy üdvözölni abból, hogy a törvény megtartásából. Én ilyet soha nem mondtam, de ez megint csak egy olyan hazugság, ami nem hangzott el soha ezen a csatornán. Én nem mondtam azt, hogy a törvényből fogunk üdvözölni. Én azt mondom, hogy az az alapja ennek az egésznek, az a bizonyítéka annak, hogy mi hiszünk. Az ember hitből üdvözül, rengetegszer szó volt már erről, utána ez bizonyítja a cselekedeteivel, hogy azok összhangban vannak annak a szavával, akiben hisz. Ők nem a Tora szerint élnek, mert ők Istenben hisznek, az öreg Istenben, a magyarok Istenében, a Teremtő Istenben, az egyetlen Istenben, az Úr Istenben. Neki nincsenek törvénye, az Úr Isten mindenkit szeret, mindenkit elfogad, Jézus által ő felszabadította a világot a Tora alól. Én nem erről az Istenről beszélek, ez a világ Istene. Én Jahuáról beszélek, az örökkévalóról, akinek a fia Jahusha Hamásiák, akinek neve azt jelenti, hogy Jahua megmenti gyermekeit a bűntől. Neki viszont van egy törvénye, és ő elvárja tőlünk, hogy bebizonyítsuk a hitünkkel, és a saját életünk feláldozásával, hogy úgy élünk, ahogy az neki tetszik, és akkor fog a végén majd elfogadni minket. Én erről beszélek, arról sosem volt szó, hogy a törvény által akarunk igazolni. Most ők valami vallási rendszerről beszélnek, meg zsidó törvényekről. Én nem zsidó törvényekről beszélek, én Jahua, az atya törvényeiről beszélek. Belefolynak abba, hogy a körülmetélés, a zsidó törvény, meg ilyenek. Nézzük, hogy egy körülmetélés kinek is a törvénye, ez Jahusha Hamásiák. Csak hogy egy újabb példát mutassak arra, hogy igazából nem tudják, hogy mit beszélnek. Azért Mósé adta nektek a körülmetélkedést, de nem, mintha Mózestől való volna, hanem az atyáktól. És a sabáton körülmetélitek az embert. Ha körülmetélhető az ember a sabát napon, hogy Mósé törvénye meg ne romoljon, én rám haragszotok-e, hogy egy embert egészen meggyújtottam a sabát napon? Ő nem arról beszél, hogy nem kell már. Miért nem mondta, hogy már nem kell körülmetélni? Vagy ez fölösleges? Azt mondta, hogy ez az atyáktól származik, mert ez Ábrahámtól származik. Ez egy szövetség. Ez egy örök szövetség Ábrahámmal. Aki nem érti, hogy hogyan köt szövetségeket Jahua, az nem fog ezt az egészet megérteni. Ő nem változtatja meg a szövetségét. Tetszik vagy sem, a körülmetélés mindig is lesz. Ugyanúgy, ahogy a sabátnap mindig is lesz. Ő nem változik meg. Ezt mutattam meg az előbb.
Arról nincs is szó, amiről itt beszél, hogy tökéletesen nekünk úgy kell élnünk a törvények szerint. Nem lehet úgy élni tökéletesen a törvények szerint, mert nem is tudjuk egyelőre. De idővel lehet, hogy képesek lennénk rá. Ezért van Ruach HaKodesh. De ő náluk nincsen, hiszen az ő szemükben Ruach HaKodesh, a Szent Szellem, az a Shekhina a Kabalából, szóval az nem létezik. Így nem is csoda, hogy nincsen fogalmuk arról, hogy miről szól az írás, hiszen Ruach HaKodesh az, aki elvezet minket minden igazságra. Ha náluk ez nincsen, akkor őket nem vezeti el semmi az igazságra. János vagy a Hukanon 15-26, mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök nektek az atyától, az igazságnak ruákja, aki az atyától származik, azt tesz majd én rólam bizonyságot, de ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. Úgyhogy a vigasztaló, vagy Ruach HaKodesh, az igenis bizonyságot tesz Jehusák HaMásiákról. Szóval, hogyha ők ezt nem fogadják el, akkor nem is csoda, hogy nem értik a dolgokat. Főleg úgy, hogy a Hukanon 14-es fejezetben azt mondja, hogy ama vigasztaló 26, pedig Ruach HaKodesh, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondotta. Úgyhogy erre szükség van, hogyha ez nincs meg bennük, már pedig úgy tűnik, hogy nincs minden jel arra van, akkor ezért nem értik a dolgot. Arról beszélnek, hogy az ember nem tud Isten természete szerint viselkedni, mert a világban van. Erről nem beszél soha senki. Saul nem ezt mondja, hogy nem tud az ember úgy viselkedni. Sőt, Kefa első levelében arra figyelmeztet, hanem amiképpen Kadesh, vagy szent, vagy külön választott a világtól az, aki elhívott titeket, ti is külön választottak legyetek teljes életetekben, mert megvan írva, Kadesh, vagy külön választott legyetek, mert én külön választott vagy Kadesh vagyok. Azt gondolom nem lesz meglepetés senkinek, hogy ez, ahol megvan írva, az Vaikra, vagy 3 Mózes 11, 42-től 44-ig, ami éppen az étkezési szabályokat írja le. Hogy hogyan lehet többek közt valaki szent. Szóval ez egy idézet onnan. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogy ez az egyik, ahogyan valaki kadás vagy külön választott lehet. És ezt a fejezetet így fejezi be. De minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fűvirága, megszárad a fű, és a virága elhull. De Jahua beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely nektek hirdettetett. Hát akkor mi volt az a beszéd, ami örökre megmarad? Elmondom, Zsoltárok Tehelim 119.85, Jahua örökké megmarad a te igéd, amennyben nemzedékről nemzedékre való a te igazságot, te erősítetted meg a földet, és áll az. Az ítéleteid szerint áll minden ma is. A te törvényed az én gyönyörűségem. 142-es vers ugyanitt, a te igazságod igazság örökké, a te törvényed Tora igaz, a te törvényed örök, ez az, amiről beszél Kefa. Sőt, János 17.17, szented meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság, az ugyan erről szól, innen idézi Jehusák HaMásiák. Azt mondja, hogy ördögi tanok szerint élő embereknek lehetetlen engedelmeskedni Elohim utasításainak. Hát hogy lehet Elohim utasításainak engedelmeskedni, ha már nem is kell? Az ő utasítása az a Tora. A Tora jelentése maga útmutatás vagy utasítás. De egyébként itt van. Tora. Oktatás, tanítás, útmutatás, képzés, utasítás. Itt erről beszél a haver, hogy az ördöngősök nem élnek Elohim utasítása szerint. Ez az ő utasítása számunkra, illetve nem számunkra, hanem mindannyiunk számára, akik szeretnének úgy élni, ahogyan Yahuwah azt elrendelte. Oké, ezen a ponton ismét eljutunk egy filozófiához, amiből ugye a végén csak hazugság lesz, mint az összes többi, illetve ezen kívül egy hamis tanúbizonyság, hiszen arról beszél, hogy engem nem érdekel az embereknek a lelke, hogy én ezt csak a pénzért csinálom, vagy mit tudom én miért csinálom. Ilyet nem tud valaki kijelenteni a videók alapján. Sajnálom, de én soha nem mondtam senkiről ilyet. Még Németh Sándorról sem mondtam azt, hogy ő azért csinálja. És azért nem mondtam, mert nem tudom. Úgyhogy nem fogok olyat mondani, amit nem tudok. És mindenki, aki bólogat ehhez, az hazudik, illetve az egy olyan viselkedés formában vesz részt, ami elítélendő az Atya szemében, biztos vagyok benne. Ezt nem tudhatják ők, hogy én miért csinálom, hogy mi az én motiváció. Sőt, nagyon is ostobák, hogyha azt hiszik, hogy valaki sarki házat fog venni abból, hogy arra próbálja az embereket rávenni, hogy a Tora szerint akarjanak élni. Nem is tudom, hogy milyen világ az, amiben ők élnek, hogyha azt gondolják, hogy itt sorba állnak az emberek azért, hogy nekem pénzt adjanak arra, hogy milyen nagyszerű, hogy ők a Tora szerint akarnak élni. Én még az emberek 90%-a azt zúdítja rám, amiről ők beszélnek itt. Szóval ők nem másabbak, mint az összes többi komment, vagy üzenet, vagy bármi, amit az emberek eljutatnak hozzá. De nem is kell, nem számít.
Az egyetlen dolog, ami számít, az, hogy ez az igazság, és egyre több ember van, aki felismerést és hajlandó ezen járni. Minden más csak ennek a mellékterméke lesz. Oké, itt van talán az egyetlen olyan pont, ami megfontolandó, mikor arról beszélnek, hogy a hangnem a videóknak olyan, ami kifogásolható, és azt tükrözi, hogy én lenézem az embereket. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy egyetértek azzal, hogy ezen mindenképpen lehet, sőt, szükséges is valószínűleg változtatni, de hát ez változik is folyamatosan, szerintem, aki követi, az látja. Viszont én nem keverném össze a lenézést mondjuk az iróniával vagy a szarkazmussal. És mivel ők, mint mindig, fogalomzavarban vannak, ezért egy másik videóhoz irányítanék mindenkit, akit érdekel valójában, hogy hogyan ír az írás a bolondokról, és mi az, amit bolondnak vesz, akkor az úgy szólsz, mint szól egy a bolondok közül, ajánlanám, és ez Jehova útján megtalálható, hogyha valakit érdekel, hogy mi is a bolond valójában, azzal ellentétben, amire ők gondolnak, hogy a szótári kifejezés, hogy most mindenki, aki azt mondja, hogy bolond vagy ostoba, az bűnt követel, ez azért ennyire nem egyszerű. Szóval ezt a videót ajánlom mindenkinek, aki ezzel nincs tisztában, gondolom a legtöbben. Úgyhogy ez egy olyan pont kivételesen a rengeteg hazugság, meg rágalmazás, meg filozófia között, amivel én részben egyet tudok érteni, úgyhogy ezen mindenképpen dolgozni fogok, ugyanúgy, ahogy eddig is azt tettem. Oké, itt a hölgy is megszólal, és ugye belemegy egy újabb filozófiába, ami az, hogy Krisztust kell szolgálnunk. Nézzük meg, hogy mi az, amit mondott erről Jehusán Hamásiák. Ez Lukács 4-es fejezet, az 5-ös vers így szól, majd felvivén őt Satán egy nagy, magas hegyre is megmutatja neki a föld minden országait egy szempillantásban, és mondta neki az ördög, neked adom mindezt a hatalmat, és ezeknek dicsőségét, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. És ha te engem imádsz, mindez a tiéd lesz. Ez a szó imádsz, ez leborul, imád vagy meghajol valaki előtt. Egyébként pedig úgy, mint kutyaként viselkedni vagy megcsókolni valakit attól függően, hogy ki melyiket tartja hitelesebbnek. Felelvén pedig Jahusa mondta neki, távozz tőlem, Satán, mert meg van írva, hogy Jahuá, a te hatalmasságod imád, és csak neki szolgálj. Ez pedig Latreo Elohimnek vagy idegen Elohimeknek szolgálni. Jahusa Hamásiák azt mondja, hogy Jahuát, a te Elohimedet imád, és csak neki szolgálj. Úgyhogy nem tudom, hogy honnan szedte azt, hogy nekünk Jehusá Hamásiákot kell szolgálni, de ő azt mondja, hogy Elohimnek kell szolgálni, és Jahuát kell szolgálni, és csak neki kell szolgálni. Azután szóba kerül az, hogy Sós Péterről azt írtam itt, hogy egy újabb hamis tanító. Hát Sós Péter ugyanolyan hamis tanító, mint ők ketten. Szóval nem tudom, hogy hogy lehetett volna még ezt megfogalmazni. És nem tudom, hogy ezzel mi a probléma. Én nem voltam tiszteletlen vele szemben, én csak elmondom, hogy mi a valóság. Én úgy érzem, hogy a felelősség azok felé kellene, hogy irányuljon, akik ezt az embert hallgatják, vagy őket. A tisztelet nem azt jelenti, hogy eltűrünk bármit, csak azért, mert valaki öreg, vagy nő, vagy gyerek, vagy terhes. Az érdekes az, hogy ők itt össze-vissza hazudoznak egy fél órán át, olyan dolgokról beszélnek, amikről fogalmuk sincsen, amik bizonyíthatóan hazugságok, és ők próbálnak valakinek is arról beszélni, hogy hogyan kéne szeretni másokat. Mellesleg még ezt hagyd mutassam meg. És ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat, mert amelyeket azok titokban cselekesznek, égtelen dolog csak mondani is. Mindezek pedig megfeddetvén a világosság által napvilágra jönnek, mert minden, ami napvilágra jő, világosság. Szóval nekünk nem kell közösséget vállalni, akár öreg, akár fiatal, akár nő, akár gyerek, akármi, hogyha hazudik, hogyha nem az igazságot hirdeti, azt nekünk fel kell fednünk a többiek számára, hogy azok ne járjanak tévúton. Ítéljétek el őket! Ez Saul írja egyébként, ne legyen részetek a sötétség meddő tetteiben, hanem inkább ítéljétek el őket. A KD, ez a Vulgáta, arról beszél, hogy ne vegyetek részt a sötétség meddő cselekedeteiben, sőt inkább korholjátok azokat. Szóval én az írást venném alapul, nem a filozófiát, különösen nem olyan emberektől, akik nem tartják problémásnak azt, hogyha másról beszélnek úgy, hogy nem is tudják, hogy mi a valóság. Arról nem beszélve, hogy szándékosan hazudnak. Azután itt úgy tűnik, hogy végül is mégiscsak van olyan törvény a Torából, ami érvényben van, bár mindvégig azt állítják, hogy nincs. Szóval nem tudom, hogy akkor hogy lehetséges az, hogy ez érvényben van, mikor az összes többi nincs.
Úgyhogy mindenki, aki ezeket az embereket követi, gondolkozzon el azon, hogy most akkor mi is a helyzet. Ez mégis érvényben van, de a többi nincs, vagy kiválogathatom, hogy mi az, ami van, és mi az, ami nincs, vagy amelyiket akarom, az van, és az nincs. De nézzük meg ezt. Ősz ember előtt kelj fel, és a vén ember orcáját becsüld meg. Ez hadár. Úgy, mint hogy tisztelt, ékesítsd, megbecsülésben részesíteni valakit. Az, hogyha valaki elmondja, hogy valaki hazudik, vagy egy hamis proféta, vagy félrevezeti az embereket, annak nincs köze ahhoz, hogy én megbecsülöm, vagy nem. Persze ezt lehet tenni így is, úgy is. Én csak azt szeretném mondani, hogy mindenki értse meg azt, hogy ha valaki nem ismeri a Torát, és nem érti, akkor annak óriási kár kiragadni belőle dolgokat. Azt akarja valaki mondani, hogy Rockefeller, vagy Rothschild, vagy ezeket az embereket is ugyanúgy kell kezelni, mint azt, aki az úton jár? Én nem gondolom, hogy ez itt bárkiről is beszél, mint azokról, akik járnak az úton. Akik a Tora szerint élnek. Akik pogányként élnek, mint ők, vagy Sós Péter, vagy az összes többi, azoknak ami szükséges, az a feddés, az, hogy felébredjenek, hogy valahogy kijöjjenek abból, hogy félrevezetik az embereket, és hogy úgy élnek, mint a vadak. Más kérdés az, hogy, ahogy mondtam, lehet ezt tenni így is, úgy is. Úgyhogy ez egy folyamat. De a Toráról beszélni úgy, hogy az ember nem ismeri, meg nem érti, meg nem is él a szerint, az valahogy ismét csak a képmutatáshoz vezet vissza. Vagy úgy élek, vagy nem. Oké, most már megpróbálom rövidre fogni, de itt arról beszél, hogy ugye a Ruach HaKodes nem létezik, hanem ezt belehamisították a könyvbe. Hát nem is tudom, ezt nehéz kommentálni, ezt a részét, hiszen hogyha a Ruach HaKodest belehamisították a könyvbe, akkor gyakorlatilag az egész új szövetség egy hamisítás, hiszen az új szövetség erről szól. Jahus a Hamásiák halála után eljön Ruach HaKodes, ami az emberekben lakik. De a bolonddal kapcsolatban Efézusi 5-höz menjünk még gyorsan vissza, 15 így van. Meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok okosan, pontosan, helyesen, az igazságnak megfelelően a Tora szerint, hiszen az az útmutatás nem mint a bolondok, az esztelenek, a balgák, az ostobák, az oktalanok, hanem mint bölcsek. Akkor ezek szerint Saul is... Akkor ezek szerint Saul se érdekelte semmi más, csak saját maga, ő se foglalkozott senkivel, hiszen azt a szót használta, hogy bolond. Utána eljut a filozófia ugye addig, ahogy mondtam, hogy Ruach HaKodes, a Szent Szellem nem létezik, és ez nem él az emberben, és nem kell betöltekezni. Nézzük, hogy mit ír Saul! Nem tudjátok-e, hogy ti Elohim temploma vagytok, és Elohim ruachja, vagy lelke lakozik bennetek? Sőt, utána megismétli ezt a hazugságot, amit nyilván valaki belehamisított az ő levelébe, hiszen azt írja 1 Korintus 6.18-ban, hogy avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Ruach HaKodes temploma? Melyet Elohimtől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? Mi az, amiről beszélnek ezek az emberek? 20 perc alatt annyi filozófia, hazugság, meg hamis tanúbizonyság hangzott már el, hogy ez egy átlag keresztények eltart egy évig. Úgyhogy ez egy újabb hazugság. Azért mondom, hogy ha valaki nem tud valamit, akkor olyan dolgokba keveredik, ami aztán problémákat fog okozni neki. Erről a csoportról csak annyit, hogy nem én hoztam létre, nem én üzemeltetem, viszont mindenkinek azt javaslom, hogy csatlakozzon hozzá, hiszen itt legalább az igazságról van szó. Én nem filozofálnak az emberek, hanem megosztják az Infobubble videókat, vagy a Yahoo útja videóit, és ezzel kapcsolatos párbeszédek zajlanak, gondolom én, mert igazából nem követem, bár tagja vagyok egy ideje. Azon kívül nekem ehhez nincsen közöm. De ha már itt tartunk, akkor itt van még egy oldal, azon kevesek közül, ahol az igazságról van szó. Azután itt megismétli, hogy a csapból is az folyik, hogy nincsen Szent Szellem. Hát én nem is értem ezt, hogy ki az, aki komolyan veszi ezt az egész csoportosulást itt. Az új szövetség a Szent Szellemről szól. Jahus a Hamásiák egyik funkciója az volt, hogy megmutassa az utat, és aztán eljöjjön az a Ruach HaKodes, ami betölt minket, és az által tudunk majd úgy funkcionálni, ahogyan az atya elképzeli, hiszen a Szent Szellem az az atyának egy része tőle jön. Arról nincs szó, hogy ez egy triumvirátus, vagy egy szent háromság, vagy három az egyben, vagy ez három karakter. Ilyet sosem mondtam, erről nincsen szó. De azt állítani, hogy nem létezik a Szent Szellem, azt nagyon nehéz bebizonyítani az írásokból. Szóval ez a filozófia kategóriába tartozik, mint ahogy ez az egész videó is, és az ő tevékenységük amúgy is úgy összességében.
Ezután elhangzik egy újabb hamis tanúbizonyság, vagy hazugság, ki, minek hívja az, hogy engem jezsuiták képeztek ki? Hát könyörgöm, hogyan is lehet ilyet gondolni? Gondolkozom már mindenki el azon, amit beszél, hogy jezsuiták képeztek ki arra, hogy ennek a néhány száz embernek magyarul elmondjam ezt a dolgot, hogy a Torához visszavezessem az embereket. Hogy lehet ezt komolyan venni, ezt a fajta gondolatmenetet? Ez nagyon nehéz megérteni számomra, hogy akik nézik őket, azok vajon mi az, amit éreznek azok az emberek, hogy mikor bólogatnak, hogy igen, jól megmondtátok, jól elfilozofálgattatok fél óráig, aztán néhány verset, amit Pál leveléből megmutattatok, meg össze-vissza, de bizonyítottátok nagyon. De amellett olyan dolgokról van szó, hogy nincs Szent Szellem, hogy nincsen Tora, hogy Pál a törvény ellen beszélt, ilyen alapvető problémák. Azt mondja, hogy aki kezébe veszi a Bibliát, az nem fogja kiszúrni az első néhány évben, hogy van Ruach HaKodesh. Ja. Nem tudom, hogy milyen ember az, akinek nem tűnik fel, hogy benne van a Szent Szellem a Bibliában, mikor 88-szor szerepel ez a szó a Brit Hadasában vagy a Megújult Szövetségben. Jó, vannak össze-vissza gondolom, szent meg lélek összekeveri, de hát akkor is ez véletlen, vagy ez mind hamisítás, hát akkor az egészet ki kell dobnunk. Itt van egy például, ez Lukasz Lukács 1.35, és felelvén a Malák mondta neki, a Ruach HaKodesh vagy a Szent Szellem száll te reád, és a magasságosnak ereje árnyékoz meg téged, azért ami születik, és Kodesnek vagy Szentnek hivatik Elohim fiának. De itt van Jahusa Hamásiák, a megváltó személyesen, Lukasz 12.12. Mert Ruach HaKodesh azon órában megtanít titeket, mit kell mondanotok. Hát nyilván őket nem tanította meg. Úgy érti, hogy valakit megtanít. Szóval ezek, akkor ez mindet hozzáírták ehhez? Itt van még egy. Ezek véletlenszerűek már most. És tetszik-e beszéd az egész sokaságnak, és kiválaszták Istvánt? Ki hittel és Ruach HaKodesh-e teljes férfiú vala? Filepet, Pakhórust, Nikanort, satöbbi, satöbbi. Hogy lehet az akkor, hogy ő Szentlélekkel teljes férfiú vala, úgyhogy ezek az emberek meg itt arról beszélnek, hogy a Szent Szellem nem létezik. Úgyhogy ez az, akit követnek azok, akik ezeket követik. Szóval ezeket a dolgokat akkor hogy magyarázzák meg? Azt mondja, hogy én egy fizetett agent vagyok, akit tömnek pénzzel és jezsuiták képeztek ki, illetve elszedem az emberek pénzét. Ezek mind-mind hamis tanúbizonyság kategóriába tartoznak, hiszen nincs rá bizonyítéka. És nem így van. Szóval ez hazugság. Ezekért a dolgokért mindért felelni kell valakinek majd, hiszen minden hiába kimondott szót Jahua megvizsgál, és a végén az embernek felelősséget kell vállalni azért. Ezzel kezdtem az egészet, ezért magyaráztam el az elején. Vigyázzon mindenki arra, hogy mit mond. Ezen a csatornán soha nem hangzott el semmi olyasmi, amit az írással nem lehetett volna bebizonyítani. Nagyon kevés személyeskedés volt pontosan ezért. Ez nem a lényeg. Azonban ez a félórás videó azoktól az emberektől, akik állítólag tudják, hogy mi az igazi szeretet, és szeretnek mindenkit, és a Krisztusunk szerint élnek, és imádják Isten szavát, azok még más se csináltak, csak filozofáltak, hazudoztak, és hamis tanúbizonyságokat beszéltek. Próbáltam felhívni a figyelmet az elején, hiszen így könnyebb lesz eldönteni mindenkinek, hogy vajon melyik ruach vezeti őket. Mellesleg, ha már azoknál a parancsolatoknál tartunk, amelyeket ők nem tartanak meg, és nem is ismernek, az egyik a tízből így szól, ne tégy a te felebarátod ellen hamis vagy seker tanúbizonyságot. Hamis az csalás, megtévesztés, vagy félrevezetés, vagy becsapás. Kétszínűség, hazugság, valótlanság, valami hamis, utánzati, gagyi, volta. Kifejezésként hiába való vagy hasztalan. Sőt, itt van példabeszédek, ez ugye Salomó 6-os fejezet 16-os verstől, még egyszer sokadjára a 6 dolog, amit gyűlöl Jahua, és ez a 7 dolog utálat az ő lelkének, a gyűlöl az egyébként szánné, úgy mint gyűlöl, vagy gyűlöletes számára utál. Ezeket a dolgokat ő nem szereti. Taj, bá, förtelem, undor, utálat vagy írtózat, ugyanúgy, mint egyébként az a szó, amit használ 3 Mózes 11-ben azokra a különféle dögökre, amiket nem lehetne enni, de hát a világ ezzel ugye nem foglalkozik. Szóval ez a 7 dolog, ez a kevés szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vértontó kezek, az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak,
A hazugság lehelő hamis tanú, aki szerez háborúságokat az atyafiak között. Ez a hazug, ez ugyanaz a seker, amit olvashattunk a 10 parancsolatban. Ez a csalás, megtévesztés, hazugság, kétszínűség, valótlanság, amit az ember nem tud, de mondja. A hamis tanú pedig szintén seker, aki félrevezeti az embereket, vagy valótlanságot állít. Itt hangzik el az, hogy a rabbik belehamisították a Ruach HaKodest a Bibliába, 26.52-nél. Arról beszél, hogy az én célom az, hogy visszavezessem az embereket a rendszer hatalma alá. Hát könyörgöm, melyik világ az, amit ő figyel? Hol van a világban olyan, aki azt mondja, hogy a Torát kellene követni? A Tora hogyan? A rendszer hatalma. A rendszer minden mást mond. A Tora a rendszer ellen van. Ezt próbálom elmagyarázni a videóban. Az egész világ lázadásban van a Tora ellen a kormányok vezetésével. A kormányok tudják, hiszen Satán vezeti őket, hogy amennyiben az embereket bűnre tudják rávenni, akkor Elohim haragja le fog sújtani a világra. Ezért hatalmasodott el a bűn. A Tora az, ami megmutatja, hogy mi a bűn. Tehát a kormányok a Tora ellen dolgoznak, ezért ha Torával dolgoznának, akkor az lenne a törvénye az országoknak. Akkor nem kéne nekünk kitalálni törvényeket, hanem egyszerűen azt mondanánk, hogy oké, ezek lesznek a törvények. Szóval ők nem tudják, hogy mit beszélnek. És ez egy újabb hamis tanúbizonyság volt, hiszen ez sem tudja, hogy igazából mi történik úgy az én életemben. Szóval olyanokról nem beszélek, amit nem tudok. Szóval sajnálom, hogy ennek a tortúrának ki kellett valakit is tennem, hogy végigszenvedjék ezt a videót, ha valaki végignézte. Csak ne felejts el senki, hogy mi ennek a tanulsága. Ők nagyszerűen felhívják a figyelmünket arra, hogy az ember cselekedetei azok, amik megmutatják a szándékát. Ugyanezt mondom én is. Mindenki nézze meg az ő videóikat, hallgassa meg az alapján, amik itt elhangzottak. Az írás ezt támasztja alá. És aztán eldönti magának mindenki, hogy melyik úton kezd el járni. De a legfontosabb az, hogy lépten-nyomon nem figyelmeztetne minket Jahuva arra, hogy a hazugság, a hamis tanúbizonyság és az ember beszéde és nyelve, azok hatalmas problémát tudnak okozni és fognak okozni azoknak, akik nem képesek azt megszabályozni. Természetesen ez rám is vonatkozik, úgyhogy én gőzerővel ezen fogok dolgozni, ezt ajánlom mindenki másnak. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!